Ma egy spárga ételt fogunk készíteni, ez lesz a főszereplő, és mellette egy sáfrányos rizst, shiitake gombával, ami helyett bármilyen erdei gombát lehet használni. Itt van egy fehér spárga és egy zöld spárga előttem. A kettő között annyi a különbség, hogy a zöld spárga az a föld felszínén nő, és ezért klorofilban gazdag, de egyébként ugyanazok a közös összetevői a fehér és a zöld spárgának is. Nagyon gazdag folsavban, káliumban, cinkben, nagyon jó a depresszió ellen, a koncentráló képességet növeli, és ajánlható férfiaknak, nőknek is, hogy növelje a vágyat. No, akkor hozzákezdünk a mai ételekhez. Ha szárított gombát használunk, akkor ugye beáztatjuk egy éjszakára legalább, leöntjük az áztatólevet róla, és tulajdonképpen minden gombának a szára az nagyon nehezen emészthető. Ezért azt levágjuk a kalapokról. Lehet beletenni a zöldség alaplébe, vagy leves alaplébe tulajdonképpen, és sokkal szebb is lesz a tönkök nélkül. Tehát én egy wokba fogom sütni a gombát, de bármilyen serpenyőben elkészíthetjük. Egy 2-3 evőkanálnyi olajat öntünk a serpenyőbe, beledobjuk a gombát. 4-5 percig kivisszük a gombákat, ráöntjük az áztatólevet, és 2 evőkanál világos szójaszószt adunk hozzá. És akkor ezzel már nincsen különösebb dolgunk, mindaddig, amíg el nem fogja főni a levél. Míg fő a gombánk, addig föltesszük a rizst, nem túl forró a ghee vagy az olaj, beledobunk 2 babérlevelet, 2 szem kardamommagot, amit megnyitunk, és akkor ezt egy kicsit pirítjuk. Ugye azt a rizst, amit fűszerrel készítünk, ahhoz egy kis sót teszünk, és én a sót bele szoktam ilyenkor tenni, mert akkor elszáll a klór belőle. Beletesszük a leszárított rizst, beáztatunk néhány sáfrányszálat, amilyen gyönyörű sárga színű már most, egy 10 perc után, és beleöntjük. A sáfrány is ugye egy nagyszerű fűszer, és hozzáöntünk vizet. Hát aki tapasztalatlan, kimérheti. A lényeg, hogy 2 új percnyire ellepje a rizst. Ez az egész ebéd egy nagy gyógyebéd, mert mindenféle méregtelenítő, májregeneráló, csupa-csupa hasznos, számunkra hasznos nyomelemeket, vitaminokat tartalmazó alapanyagokból készül, olyan párosításban, hogy összhangban legyenek. Bársonyos vajas önteket fogunk a spárgára tenni, fölteszünk körülbelül 1,5 deci fehér bort, száraz fehér bort főni, és hagyjuk elfőni a levét. És elfőzött borba tesszük bele a vajat. Arra kell nagyon vigyázni, hogy ne melegedjen túl, akkor lesz egy sűrű, gyönyörű öntetünk, mártásunk. Lehet egy pici sót beletenni. Gyönyörű aranybarna színe lesz a vajnak az elfőzött bort. Nagyon kevés vizet teszünk a serpenyőbe, és erre tesszük a megmosott spárgasípokat, és lefedjük.
addig főzzük, amíg ilyen gyönyörű zöld színe van. Tehát ráöntjük a vajas öntetet a spárgára, jól megforgatjuk benne. Újra itt a spárga szezon. Hál' Istennek egyre több hazai étterem étlapján találhatunk szebb, finomabbnál finomabb spárgás ételeket, amik ráadásul nagyon egészségesek is. És nagyon örülök neki, hogy Katalin asszony, kedves Katalin asszony is az otthoni spárga elkészítésére ösztönöz bennünket. Az én tisztem ebben az esetben az, hogy ezt az élményt még tudjam fokozni egy finom borocskával. Tulajdonképpen a spárgához illő boroknak az a lényege, hogy mindig frissek legyenek, és alapjában véve az ízükben és az illatukban is találkozunk ilyen kis zöldes bevillanásokkal. Az alapszabály az, hogy spárgához általában Sauvignon Blanc vagy zöld veltelint választunk, amik ilyen tulajdonságokkal bírnak, de én most ebben az esetben, mivel a Katalin asszony egy finom gombás, sáfrányos rizs köretet javasolt ehhez a spárgához, jelen esetben egy nagyon finom sardonét, egy 2011-es sardonét javasolnék önöknek, a csopakról, a söptei pincészettől. A söptei pincészetnek csopakon van egy kis gurmé vendéglőjük a család birtokában, ami nagyon látogatott kis vendéglő. Nagyon kis pincészetről van szó, tulajdonképpen egy 20-25 ezer palac bort tudnak előállítani évente, és a termésüknek a nagy részét itt ebben a kis étteremben értékesíteni is tudják. Én azért hoztam ezt a bort, mert nekem nagyon megízlett, és hogy meg tudjam mutatni önöknek is. Illata annyira intenzív, hogy szinte inhalálni lehetne véle. Ingen más cippantása levesz a lábamról. Nagyon szép gyümölcsös az illata. Nekem a friss nyári Szent Iváni almának jut eszébe az illata, hogyha jó belegondolok. A Szent Iváni alma mellett megjelenek még némi citrus, és nagyon szép is. Fehér húsú gyümölcsök és mezei virágok. Hogyha a bort a szánkba vesszük, csak olyan tulajdonságokkal találkozunk, amelyek nagyon jól esnek. Nagyon szép telt, összetett tízvilágú komplex borról van szó, amit a finom seprőn tartásnak köszönhetünk. És ezzel a szép illattal és a finom ízzel még egy nagyon szép lendületes sav is társul, ami az élvezeti értékét csak fokozza. Az általam javasolt fogyasztási hőmérséklet ilyen 8-9 Celsius fok, és arra gondosan ügyeljünk, hogy kocinkassunk is menet közben, hogy a fülünket se hagyjuk ki az élvezetből. Kedves egészségükre!